Június 22-én rendezték meg Csehországban, Brnóban az úszas válogatott viadalt, ahol horvátok, csehek, lengyelek, szlovákok és magyar atléták mérettették meg magukat, köztük a Salgótarjáni Puskás Bálint, a Salgótarjáni Atlétikai Klub magasugrója. Bálint először húzta magára a címeres mezt és versenyzett külföldön. Június 21-én indultunk el reggel 9 órakor Budapestről Brnóba. Ez egy kb. 350 km volt, odaértünk nagyjából 2-re a szálláshelyre. Ez körülbelül 40 kilométerre volt a pályától, majd miután lepakoltunk, kicsit átjártuk a szállást és a várost, utána átmentünk a pályára, ott volt lehetőségünk átmozgatni, másnap reggel két csoportba mentünk a versenyre, 2 óra 10 perckor kezdődött a magasugrás, nagyon jó élmény volt az egész, érdekes volt, mondópályán még nem voltam ezelőtt, valamint ugye a külföld az furcsa volt, illetve az, hogy a szálláson és ugye valamilyen szinten idegenekkel voltam, de hamar megtaláltuk a közös hangot, úgyhogy ez nem okozott problémát. A verseny után megvártuk az összes számot, az eredményhirdetést, és körülbelül 8 órakor indultunk el haza. Bálint 188 cm-ig jutott, ami az elmúlt teljesítményhez képest javulás, így elégedetten távozott Csehországból. Eredményével 7. helyen zárt magasugrásban, akit Páfalvai Zoltán és Gibicsár István készített fel a versenyre. Kicsit így utólag már zavar az a 192, mert nagyon közel volt. Viszont az első egy-két lehetőséget azt eldobtam, és az lehet, hogy azon múlott a magasság, de őszintén szerintem elégedett lehetek ezzel is. 2022-ben kezdtem, 2022 végén, nagyjából októberben voltam először edzésen, az osztályfőnökömnek hála, és egyből magasugrással kezdtem, nem volt előtte más, és januárban kezdtem el rendszeresen járni edzésre, majd az országos csapatos diákolimpiai döntő után vettem még komolyabban, és azóta heti 5-ször jelen vagyok az edzéseken. Az országos csapatos diákolimpián ott a csapat, a bújai csapat az megnyerte a bajnokságot, illetve a fedett pályás U20-as bajnokságon lettem bronzérmes 185 centivel. Nagyon jó érzés volt, meglepődtem, ugye nem számítottam rá kinti eredmények miatt, viszont nagyon-nagyon örültem neki, meglepődtem, és meglepődtem azon is, hogy mennyire tudtam neki örülni. Most lesz, azt hiszem 2 hét múlva egy emlékverseny Budapesten, oda tervezünk menni, és utána július 27-28 lesz az U20-as magyar bajnokság, oda megyünk, és az most talán a fő attrakció, ott szeretnénk nagy eredményt elérni.